És nézzünk, ahogy ígértem, folytatjuk adásunkat. Ezúttal köszöntöm Pál Évát, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom képviselőjelöltjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és én is Tibor, a nézőknek is. Miniszterelnök jelöltet. És most az a rossz hírem van, hogy a miniszterelnök jelölt úr egy jó darabig csöndben lesz, gondolom, de majd kíváncsi leszek persze az ő véleményére is. Mondok olyan neveket, amiket szerintem a fiatalabb nézőink nem is tudják őket hova rakni, de fontos. Ugye azt mondja, nem is tudom melyik orosz író, mondja, hogy mindjárt Gogol köpönyegéből bújtunk elő. Igen. Aki a magyar könnyűzenében ma működik, és mondjuk 90 előtt is működött, az mondhatja magáról, hogy mindjárt Erdős Péter köpönyegéből bújtunk elő. Azt tessék nekem megmondani, miért érzem én azt, hogy komoly idős zenészek, akik valamikor abból a köpönyekből bújtak elő, igen, ma hirtelen mindannyian, először is elfelejtve azt az időszakot, a jelenlegi kormánypártok mellett vannak, de nagyon. És most neveket nem is érdemes mondani, mindenki tudja, gondolom, nagyjából. Hogy alakult ebben a szakmában ez az egész, ebben a zenész szakmában? Hát nézze, én az utolsó néhány évben már nem voltam aktív, hiszen körülbelül 4 éve, amikor én visszaszerettem volna térni igazából. De azért beszélgetnek, tehát találkoznak, nagy ritkán beszélnek. Nagy ritkán, igen, nagy ritkán. Az, hogy ez hogy alakult ki, én azt gondolom, hogy ebben a pandémia biztos nagyon sokat hozzátett ehhez, már ez a járványhelyzet, amikor gyakorlatilag azok a zenészek, akik hát az ország krémje és az egész ország ismeri őket, ők egyszerűen egyik pillanatra a másikra bevétel nélkül maradtak. És hát hiába egy zenésznek, az egy nagyon fontos dolog, hogy koncertezni tudjon, hogy a közönség előtt legyen állandóan, és hát ezt nem nagyon tudták megtenni. Én azt gondolom, hogy ezért a pénz az nagy úr, enni kell, és akik nem, hát hogy mondjam, nem akartak semmilyen más szakmában elindulni, ők ezt az utat próbálták meg, vagy ezt az utat választották. És olyan, amikor nagy ritkán beszélgetnek, akkor ilyen vicces megjegyzések sincsenek, hogy hát azért én emlékszem rá, amikor. Vagy ez teljesen fölösleges ilyen ebben a helyzetben. Nem, azt gondolom, hogy erről mi már nem nagyon beszélgetünk, legalábbis én főleg nem. Tehát én a múltat úgy magam mögött hagytam, a maga sok szép és esetleg kevésbé szép történéseivel. Én előre tekintek, és azt gondolom, hogy a mi generációnknak már a következő generációért kell küzdeni. Én azt szoktam mondani, hogy ha én közel 70 évesen már nem azért küzdök elsősorban itt az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomban, hogy nekem mennyivel lesz jobb, hiszen ki tudja, hogy meddig, de a következő generációnak, a gyerekeinknek nagyon-nagyon fontos lesz, hogy mi lesz. És én ezért lettem teljes szívvel, lélekkel az elkötelezettje az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomnak, hiszen olyan programokkal, és hát ugye 1920 októberétől gyakorlatilag fent van az interneten is egy olyan komoly program, amiben én abszolút egyet tudtam érteni az Igen Szocializmust címmel, illetve most a legutolsó programunk a Kádár János terv. Igen. Igen. És akkor nézzük ezeket a programokat. Mennyire lehet megszólítani ezzel az embereket? Mind a kettőjüktől kérdezem. Tehát az, hogy, és úgy is, hogy azért itten, hogy ezt a közösség oldalon mondják, lájkvadászat is zajlik, de nem csak lájkvadászat zajlik, mert az nagyon fontos, hogy valaki ezzel egyetért, de utána tavasszal el is kéne menni. Ennek érdekében az egyébként még ma is aktív Pál Éva írt a pártunknak egy indulót, mind zenéjét, mind szövegét ő csinálta. És hogy eltitkolt eddig? Igen, egyébként az interneten természetesen utolérhető, és eléggé fülbemászó az egész induló. Én nagyon büszke vagyok erre, mert én persze mindenkinek, minden művésznek nagyon tisztelem az addigi pályafutását, de azért általában engem az szokott nagyon földobni, amikor valaki újat is csinál.
Nem akarom elvonni a műsor politikai, hogy mondjam, töltetét, de úgy szeretném elmondani, hogy nekem az autómban még van CD, ugye, hát ez már egy ilyen egészen őskori történet, és én pár évvel ezelőtt beraktam egy Rolling Stones CD-t, Blue and Lonesome, ami tulajdonképpen arról szól, hogy az akkori 4+ zenész bementek egy stúdióba, és egy nap alatt fölnyomtak arra CD-re egy halom blues-t. Olyat, amit kvázi senki nem hallott, senki nem ismer. Na most ez nekem új. Tehát a Rolling Stones-tól ez új volt, hogy mikre képes. Most ugyanígy vagyunk pár évával is, hogy ez az induló, ez tényleg mozgósít, persze nem csak erre támaszkodunk, hanem van ez a politikai programunk is, amit említett. Éva is, ön is. Ugye nekünk a politikai programunk neve igen szocializmus, és a választási programunknak a neve a Kádár János terv nem különbözik nagyon a kettő egymástól. Inkább azt mondom, hogy sűrítmény a Kádár János terv. De például amellett, hogy ugye a 250 ezer forintos, nettó 250 ezer forintos minimálbér, a szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban lévőknek 350 ezer forintos nettó minimálbér, a 150 ezer forintos legkisebb nyugdíj, a 100 ezer forintos szociális minimum jövedelem és az 50 ezer forintos családi pótlék. Ezeket azért mondtam el, mert ezek tényleg vaskos számok. De emellett például a Kádár János tervben van egy nagyon érdekes program, amivel itt a mai közbeszéd nagyon-nagyon sokat ez az offshore történeteknek a rendezése. Húha! Na most mi szeretjük a szellemes és innovatív megoldásokat. Mi azt mondtuk, hogy azon cégek esetében, ahol úgymond nem tudható a végső tulajdonos, vagy a végső kedvezményezett, tehát tipikusan az offshore cégekről beszélünk, ezen cégek esetében konkrétan mindaddig állami kezelésbe vesszük azt az adott Magyarországon működő vagyont, vagy vagyontárgyakat, amíg elő nem ugrik a tulajdonos, hogy hé, hát az enyém. Ha pedig előugrik, akkor megkérdezzük tőle, hogy ez hogy jött össze. Na most, itt mindenki borzasztó bonyolult dolgokkal operál, mi összesen ennyit mondunk, hogy állami kezelésbe vesszük az offshore tulajdonokat. Szerintem ezek azok a megoldások, ami miatt az igen szolidaritás, mint friss baloldali politikai erő meg tudja mozgatni az embereket, bár hozzáteszem, hogy azért ez az offshore világ, ez azért nem az ország lakosságának a döntő hányadát fogja megmozgatni, de minden esetre mutatja azt, hogy hol vannak a szellemes megoldások. Ezen felül pedig mi azt mondjuk, és ez egy nagyon fontos mondatunk, hogy még egy harmadikat is majd hadd mondjak, de egy nagyon fontos mondatunk, hogy egy nemzet sikerét azt a jól létben lehet meghatározni. És akkor végezetül a harmadik nagy tétel, amit mondanék, hogy persze minden legyen ez, legyen az, legyen több, ezeket a programokat mi is értjük. Számunkra a kérdés a hozzáférés. Tehát ahhoz, hogy én méltó módon hozzá tudjak férni a társadalmi javakhoz, ahhoz méltó bérezés kell. Ahhoz, hogy én az egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzá tudjak férni, ahhoz nem csak ápolóknak meg orvosoknak több pénz kell, hanem olyan egészségügyi szolgáltatói szerkezet, amiben én nekem ki fogják fúrni a fogamat, hogyha Lukas, és nem kell nekem azért Nyíregyházáról Zalaegerszegre menni. Irány. Tehát a hozzáférés, lakáshoz való jog, oké, hát jogom van hozzá, csak ugye járni, csak nem jut, ugye? De a lakáshoz való hozzáférés, ez az állami bérlakásépítési program, és a többi, és a többi. Elnézést, hogy kicsit hosszabban válaszoltam. Én nekem csak egy mondatot hozzá, ami nekem nagyon megfogott, és én azt gondolom, hogy ez a legegyszerűbb. Az emberek felé legegyszerűbben kell fogalmazni az, hogy megértsék pénzt az embereknek. Jó, ezt azért kérdezem, ez jó is, hogy mondtam. És a zenészeknek. És a zenészeknek is természetesen. Hogy ugye a választó körzet, ahol indul, ahol él. Igen. Ugye nem csak a szomszédokkal, a közvetlen szomszédokkal találkozik. Hogyan zajlanak ezek a... Tehát, hogy megjelenik mondjuk a piacon, ebben a boltban, abban a boltban, akkor mondják magának, hogy ó, tudom, kedves Éva,
Igen, pontosan így zajlik. Nagyon sokan, ugye több mint 60 éve élek Csepelen, tehát nem most költöztem oda. Éppen ezért, nem, már születése előtt. Már születésem előtt is ott voltam, igen. És hát ráadásul ugye édesapám, tehát a szüleim is ott laktak, apukám ráadásul kétszeres Kossuth díjas szerszámlakatos volt a Csepelművekben. Na most nagyon sok minden érint engem, gyerekkoromból is. Most akár a Csepelművek problémája, akár a közlekedési problémát, ez mindenkinél. És arról nem beszélve mondjuk, hogy az életem során ugye voltam már nagyon fent, voltam nagyon lent, voltam például a piacon is eladó, és hát ott nagyon sok emberrel találkoztam, és valóban a múltkor történt, mentem a piacon, és egyszer csak megállít valaki, hogy az iszom? Igen, az iszom. Tehát rögtön volt miről beszélni, mindjárt elmondta a saját véleményét, és gyakorlatilag napi kapcsolatban vagyok ott is az emberekkel ezzel kapcsolatban. Hát amellett, hogy ott élek, arról nem beszélve mondjuk, hogy bejártam A-tól B-ig vagy Z-ig az egész Csepelt, nagyon-nagyon problémás területeket is. Igaz, hogy én nem fotóztam mindenhol, mert nem tartottam szükségesnek. Én azt mondtam, hogy szerényen teszem a dolgomat, csendben, ami a feladatom. Az én feladatom, mint országgyűlési képviselőjelölt, az lesz tulajdonképpen, hogy forrásokat találjak azokra a problémákra, amik most nagyon-nagyon sújtják Csepelt. Most teljesen mindegy, hogy lakás problémáról beszélek, hiszen amiről a párt beszél, az ugyanúgy érinteni fogja a Csepeli embereket. Teljesen világos. És azt is szeretném megtudni, hogy most lezajlott egy előválasztás az ellenzéki oldalon. Igen. Tehát tudja, hogy kikkel szembe fog elindulni. Igen. Velük, remélem, mert tudom. Hát nagyjából sejtjük, hogy a kormánypártok igen is kit indítanak. Szinte 99,9%-os valószínűséggel valószínűleg ugye Németh Szilárd lesz a képviselőjelöltje a kormánypártoknak. Velük szokott találkozni? Vagy volt már alkalom, hogy összefutottak? Egyrészt előfordul, igen. Másrészt meg ez a 99%, ez mindig úgy van, hogy azért ott van még az az 1%. Én ezért fogalmaztam az előbb egy kicsit óvatosabban, mert bármi és bárki előfordulhat. Természetesen várom ezeket a lehetőségeket, hogy jobban megismerjük egymást, hiszen akik ott vannak, azokat ugye nyilván személyesen is ismerem, és találkoztam már többször is velük, beszéltünk. És abszolút normálisan, a különbségek fenntartása mellett normális hangnemben. Én azt gondolom, és én annak vagyok a híve, hogy a párbeszéd, az egymás közti kommunikáció az nagyon fontos. Attól, hogy én emberileg esetleg valakit nagyon tisztelek, vagy elfogadom, attól még nem kell sárdobálással foglalkozni. A mi pártunkban ez nagyon fontos volt, hogy mi nem ezzel foglalkozunk, mi a jövőnkkel foglalkozunk. Ezt meg lehet egyébként, meg lehet tanítani most ezeknek a magyar politikusoknak, hogy ne. Nem. Valami másra kéne, nem a fölösleges szavak dobálózásával. Nem tudom, hogy mit lehet megtanítani, mit nem. Én annyit tudok, hogy mi egy olyasmivel próbálkozunk, amivel valószínűleg még ritka madárként kevesen foglalkoztak Magyarországon. Mi magunk elé képzeltünk egy 10 milliós országot, amiben 8,5 millió ember dönt a választásokon. Azt nézzük helyben és országosan is, hogy ki mit tisztel. És én úgy gondolom, hogy az emberek döntő hányada azért valahol a lelke mélyén arra vágyik, hogy vele foglalkozzanak. Tehát az, hogy én lehordok egy másik politikust, ez oké, biztos tetszik sokaknak, stb. De az, hogy és velem mi lesz. Igen. És mi ezt nézzük, minden egyes választókerületben. Jó.
Mert már unalmas is, hogy a másikat lehordjuk. Számomra az egyik legfontosabb dolog, hogy azokkal az emberekkel, akikkel együtt dolgozom, akiktől tanulhattam, most is például doktor. Nekem ugye megvan a miniszterelnök jelöltem, tehát nem érinti el értelemben a mostani világos választás. Jó, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltak, köszönöm Pál Évának, köszönöm Szanyi Tibornak. Én is köszönöm. Folytatni fogunk ezt a beszélgetés sorozatot még, mert kíváncsi vagyok a véleményükre. Kedves nézőink, most egy tegnap rögzített beszélgetést láthatnak, ahol Breuer Péter faggatja Magyar Györgyöt, a Civil Választási Bizottság vezetőjét.